Sziasztok! Köszöntelek titeket! Újra itt a Giga Virág Szerencsi csatornámon. Alex vagyok, a videók készítője. Csatornámon legfőképpen sorsít kaparásokat, illetve teljes pakkő kaparásokat láthattok. Gyertek, kaparjunk együtt sorsügyeket, és éljük át a szerencse pillanatát. És most következzen a sorsügyek lekaparása. Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsés csatornáról. Ezt nézzétek, itt van a létező összes sorsjegy, amelyet Magyarországon forgalmaz a szerencsejáték ZRT. Négy megyéből és 16 helyszínről vásároltam meg ezt a 28 darab sorsjegyet. Azt hittem, hogy könnyebb lesz a dolgom, de nem így lett, de végül sikerült az összes létező sorsjegyet beszerezni. Tartsatok velünk, és nézzük meg, hogy milyen nyereményeket tartogat számunkra ez a temérdek mennyiségű sorsjegy. Ebben a különleges videósorozatban fogjuk lekaparni. Tartsatok velünk, és kövessétek végig a videókat, hogy hogyan fog alakulni ez a különleges sorozat. Figyelem, nyereményjátékot indítunk a Giga Virág Szerencsi csatornán. A hatodik videóig tehetitek meg a tippjeiteket, hogy mennyi lesz a videósorozatnak a végén a teljes összeg, amelyet megnyerünk ezekből a sorsjegyekből. Annak a szerencsés nyertesnek a nyereménye, ez a gigászi rózsaszín gyöngyökkel kirakott rózsamaci lesz, és a következő nyereményjáték az pedig a videósorozat elejétől a végéig fog tartani, méghozzá a lájkolók, kommentelők, illetve feliratkozók között fogjuk kisorsolni ezt az 1000 forintos buksasorsjegyet. Tehát ez a videósorozat kezdetétől a végéig fog tartani ez a nyereményjáték, és minden kedves nézőnknek nagyon sok szerencsét kívánunk a tippekhez, illetve ne felejtsétek, hogy lájkoljátok a videókat, illetve kommenteljetek a videók alatt, és a legfontosabb, hogy iratkozzatok fel a Giga Virág Szerencsi csatornára, hogy ne maradjatok le a legfrissebb videóinkról, illetve a videósorozat egyetlen videójáról sem. Osszátok meg barátotokkal, ismerőseitekkel a videókat, hogy minél többen tudjanak róla, hogy létezik a Giga Virág Szerencsi csatorna, és vigyétek a hírét a csatornánknak. Köszönjük szépen! Mindenkinek jó tippelést kívánunk itt a Giga Virág Szerencse csatornán, és mindenkinek jó szórakozást kívánunk a videókhoz, és kívánom, hogy nektek is sok szerencsétek legyen a sorsjegyekkel, és reméljük, hogy ebben a temérdek mennyiségű sorsjegyben valami szép-szép nagy nyeremény lapul. Tartsatok velünk! Tehát tippeld meg a pontos végösszeget ennek a temérdek mennyiségű sorsjegynek, miután lekopoltuk, hogy mennyi lesz a pontos végösszege, és akkor tiéd lesz ez a gigászi rózsaszín, gyöngyökkel kirakott rózsamaci, illetve lájkolj, kommentelj és iratkozz fel a Giga Virág Szerencsi csatornánkra, akkor pedig azok között pedig egy buksasorsjegyet fogunk kisorsolni, tehát ez a két nyereményjáték lesz a sorsít kaparás során. Tehát minden kedves nézőnek sok szerencsét kívánunk a tippeléshez, illetve ne felejtjétek, hogy lájkoljatok, kommenteljetek és iratkozzatok fel a csatornánkra, ezzel is segítve a mi munkánkat, és akkor pedig ezt az 1000 forintos buksasorsítet fogjuk kisorsolni közületek. Sok szerencsét kívánunk mindenkinek! El is kezdjük a sorsjegykaparást, méghozzá a milliómos klubból, illetve a nyomkövető sorsjeggyel. Gyertek és nézzük meg, hogy milyen nyereményeket tartogatnak számunkra. És kezdem is a kaparást, méghozzá a 040-es nyomkövető sorsjeggyel, ez egy 500 forintos sorsjegy, és a nullás pakkból való. Nézzük, hogy milyen nyeremény tartogat számunkra. Reméljük, hogy valami szép nyeremény lesz. Kezdünk egy kávéval. Ugye három azonos összeget, illetve három azonos szimbólumot kell találni az első játék részen. Nézzük a folytatást. Tehát jön egy óra, egy pipa, tehát jön egy 6000-es,
nagyító, de mindegyik különböző, de még van hátra sok szimbólum, illetve összeg. Talán jön egy pénzkötő, talán jön egy 20 000-es, talán jön egy bakancs, tehát nincs egyformánk. A következő még egy 20 000-es, de jön a 20 000-esből a harmadik. Ez egy 6 000-es, abból is kettő van. Nézzük, hogy melyikből lesz három. Bakancsból is kettő van. Ez egy 10 000-es, az mellé. Nézzük az utolsó kettőt, hogy lesz-e három egyforma valamiből. Nagyítóból is kettő van, és akkor nézzük az utolsót. Az pedig egy óra, hát sajnos mindenből kettőt adott, nem lett három. Ugye itt a szimbólum nyeremény az egy 500-as lett volna, hogyha kijönne három egyforma szimbólum. Nézzük a bónuszjátékot, hogy lesz-e nyerőszámmal egyező szám. A nyerőszámunk a 30-as. Ezzel kell egyezőt találni. Na, jön a 30-as. Ez egy 20-as, az 10-zel mellé. Nézzük a következőt. Ez egy 15-ös, még két esélyünk van. Ez egy 29-es, az is egyel mellé. És az utolsó pedig egy 28-as. Hát sajnos nem lett sem számegyezésünk, sem pedig három egyformánk az összegekből, illetve a szimbólumokból. A betűink pedig egy U betű. Nézzük, hogy hová rejtették a betűket. És egy A betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk második sorsjegyét, egyben az utolsó sorsjegyet, méghozzá a nagyon ritka 2500 forintos limitált kiadású milliómos klub sorsjegyet. Ez már egy nagyon-nagyon ritka sorsjegy. Én is csak nagyon-nagyon hosszas utánajárás után tudtam már csak beszerezni, és a 8-as pakkból a 0,36-ost hoztam el most nektek. Nézzük, hogy milyen nyereményeket tartogat számunkra. Nézzük meg először a bónuszjátékot, hogy lesz két szem összegéből 13, fixet 1000 forintért. Kezdünk egy kettessel, akkor egy 11-es. De sajnos 8-ast adott, az összesen 10, nem lett 13-unk. Akkor most nézzük, hogy lesz-e pénzkötegünk a harmadik játék alatt. Kezdünk egy aranyrúddal. Utána jön egy okosóra, és az utolsó, na jön a pénzköteg. De sajnos egy mobilt adott, nem jött sajnos a pénzköteg egyik kockában sem. Nézzük, hogy lesz-e három azonos összegünk a következő játékon. Kezdünk egy 5 milliósal. Talán jön egy 25 ezres. Egy 5 ezres. Még egy 5 milliós. Na hát ez el is intézhetné a pluszos videót. Nézzük tovább, hogy lesz-e valamiből három. Egy 25 ezres, abból is kettő van, nézzük, hogy jön a harmadik. Tehát akkor 25 ezres vagy 5 milliós. De sajnos 5 ezrest adott, mindenből kettő lett, nem lett három. Akkor most nézzük a szókeresős játékot, hogy kijön egy vagy akár több szó hiánytalanul. T betűvel kezdünk, az ugye a topban van, egy T betű a partiban, illetve a jutalomban van egy T betűnk. Szuper, nézzük tovább. V betű, itt van a villában egy V betű, a vagyonban is itt a V betű. Szuper. A következő betű az Y. Az itt van a vagyonban.
Szuper. Nézzük a következő betűt, ami az U betű. Itt van a jutalom, vagyis a luxusban van két U betű, és a jutalomban. Szépen gyűlnek a betűk. Reméljük, hogy kijön egy szó hiánytalanul, vagy akár több is. B betű a következő, a bankban. Itt a B betű, ebből nincs több. Nézzük a következő betűt. A J betű, az itt van a jutalomban. Nézzük a következőt. E betű, itt van a sikerben az E betű. És ebből sincs több. Nézzük tovább. O betű, itt van a topban egy O betű, már most a P betűvel nyerhetünk is. Illetve a vagyonban is itt van az O betű, és a jutalomban is. N betű, itt van a bankban egy N betű, a rangban is itt az N betű, illetve a vagyonban is itt az N betű. Szuper. S betű, itt van a sikerben egy S betű, illetve a luxusban is itt az S betű. És ebből sincs több. Nézzük a következőt. R betű. Itt van a rangban az R betű, a partiban is. És a sikerben is itt az R betű. Reméljük, hogy szépen búcsúzik ez a sorsjegy, hiszen ez egy nagyon jó sorsjegy volt, ez a Milliómos Klub. M betű a következő. Itt van a jutalomban. Szuper. X, itt van a luxusban, már most az L betűvel nyerhetünk is. Z betű a következő, itt van a gazdagban. A Z betű, négy betű van hátra. D betű a következő, itt van a gazdagban, abból nincs több. Nézzük a következő betűt, C betűnk olyanunk nincs. I betű, itt van a partiban egy I betű, a sikerben, már most a K betűvel is nyerhetünk, illetve a villában is itt az I betű, ebből sincs több, és akkor nézzük az utolsó betűt, ha P betűt ad, illetve K betűt, vagy L betűt, akkor nyertünk, nézzük, hogy melyik fog bejönni. És A betűt adott, hát sajnos az nem jó, hiába van több szóban. Itt van a bankban, a rangban, a partiban, a villában is itt az A betű, a gazdagban itt van kétszer, illetve a vagyonban is itt az A betű, és a jutalomban is, de sajnos egy hajszál híján, de nem sikerült egyetlen szót sem hiánytalanul eltalálni. Akkor most nézzük a negyedik játékot, hogy lesz-e 3-1 formán kötésben. Nézzük. X-el kezdünk. Nézzük, hogy itt lesz-e 3-1 forma. Itt jön a második X. Na, jön a harmadik. De sajnos ide kört adott, az nem jó. De még akár oszlopban jó lehet. Nézzük, hogy itt az első oszlopban kijön az X. Háromszor. Ide kört adott, az nem jó. Ide X-et adott, akkor még így kijöhet a 3-1 forma X, nézzük. De ide is kört ad, de még akár ez a két oszlop kijöhet 3-1 forma, nézzük. Jön a kör. Ide X-et adott, akkor ide jöjjenek az X-ek, nézzük. Egy megvan, szuper. Na, jön a harmadik, nézzük. De sajnos ide is kört ad. Hát ez nagyon szomorú, hogy nem jött ki 3-1 forma kötésben. Akkor már csak az első játékban bízhatunk, hogy kijön 3-1 forma szimbólum. A nyereménytáblának megfelelően nézzük a koordinátákat. E5-össel kezdünk. Kezdünk egy vitorlással. Abból 3 darab 50 000 forintot ér.
A következő a B3-as, egy autó, abból 3 darab 30 ezer forintot ér. Következő E2-es, ez egy felvonó, abból 3 darab 5 ezer forintot ér. D4-es, az egy szörfös, olyanunk nincs. E4-es, helikopter, ebből ez az első, abból 3 darab 5 millió forintot ér. E3-as, jacht, abból 3 darab 100 ezer forintot ér. B4-es, még egy vitorlás, na jön a harmadik, 50 ezer forintért. B5-ös, ez egy hőlégballon, ebből ez az első, abból 3 darab 25 ezret ér. A2-es, autó, abból is kettő van, 3 darab 30 ezer forintot ér. Nézzük, hogy jön a harmadik, és az utolsó koordináta pedig a D3-as. Ez pedig egy motor, hát sajnos nem jött ki egyikből sem 3 darab. Hát ez nagyon szomorú, így kezdeni ezt a videósorozatot, hogy nem sikerült nyerni, pedig ez már egy nagyon-nagyon ritka sorsjegy, és nagyon-nagyon sok játékélményt tartogat, de sajnos úgy látszik, hogy most a szerencse az nem volt mellettem, de még van hátra rengeteg sorsjegy, reméljük, hogy valami szép nagy nyereményt fog rejteni számunkra. Itt van egy D betű. És egy L betű különböznek sajnos. Hát nem ilyen búcsút szerettem volna ettől a nagyon ritka, limitált kiadású sorsjegytől, a Milliómos Klubtól, de hát ez most sajnos így alakult. Reméljük, hogy a következő részekben tudok nektek valami szép nagy nyereményt mutatni. Kövessétek a Giga Virág Szerencse csatornánkat, hogy ne maradjatok le egyetlen egy videónkról sem a videósorozatból, és ne felejtjétek, hogy nyereményjátékot is indítottunk, méghozzá nem is egyet, hanem kettőt. Tehát, hogy az első nyereményjátékunk, hogy kommentelj, lájkolj, és iratkozz fel a Giga Virág Szerencse csatornánkra, és részt veszel a nyereményjátékon, amely a videósorozatokban lesz elérhető, videósorozatok alatt lesz elérhető, méghozzá egy giga gyöngyökkel kirakott rózsamacit fogunk kisorsolni az első nyereményjátékban. Hát 2024. augusztus 20-tól nyereményjátékot indítunk a Giga Virág Szerencse csatornán, méghozzá kommentelj, lájkolj, illetve iratkozz fel a Giga Virág Szerencse csatornára, és egy szerencsés nyertes fogunk kisorsolni a kommentelők, illetve lájkolók és feliratkozók között. Méghozzá egy bukszasorsjegyet fogunk kisorsolni egy szerencsés nyertesnek, illetve a következő nyereményjátékunk az pedig egy szerencsés nyertes fogunk kisorsolni, aki egy giga rózsamacit fog tőlünk kapni, és a hatodik videó végéig tudtok a nyereményjátékra részt venni, és egy szerencsés nyertes fogunk kisorsolni, és még egyszer sok szerencsét kívánok minden kedves nézőnknek a tippeléshez, hogy mennyi lesz a pontos végösszeg ennek a gigászi sorsjegy mixnek, és minden kedves nézőnknek sok szerencsét kívánok a nyereményjátékokon. Én Alex voltam, a Giga Virág Szerencse csatornáról találkozunk egy újabb sorsjegykaparós videóban. Sziasztok!